Szóval, hölgyeim és uraim, akkor elkezdjük a nemzetközi sajtótájékoztatónkat. Az előző tájékoztatással ellentétben Orosz Anna és Márki-Zay Péter fog ezen a sajtótájékoztatón részt venni. Az elsőként pedig Orosz Annának fogom megadni a szót, hogy mondja el a statementjét, és akkor utána pedig Márki-Zay Péter beszéde következik. Ezt követően van lehetőségük kérdezni. Jó napot kívánok! Köszöntöm a sajtó képviselőit és mindenkit, aki az online live közvetítéseken keresztül követi itt az eseményeket. Elsősorban hadd kezdjem azzal, hogy 850 ezer szavazó vett részt az előválasztás első két fordulójában, ami minden várakozásunkat felülmúlta, és ez egy óriási győzelem az ellenzéki pártok, az ellenzék közös jelöltjei és a miniszterelnök jelöltek számára. Ez a részvétel bizonyítja azt, hogy az embereknek elegük van az Orbán rendszerből, és hogy az emberek azt szeretnék, hogy jövő áprilisban ennek a rendszernek véget vessünk, és utána közösen egy új Magyarország alapjait tegyük le. Gratulálok Márki-Zay Péternek, aki hatalmas győzelmet aratott az előválasztás második fordulójában. Hadd mondjak köszönetet azoknak az aktivistáknak és azoknak az önkénteseknek, civileknek, pártaktivistáknak, akik nélkül ez az előválasztás nem jöhetett volna létre. Sok ezren dolgoztak a sátrakban, az online operátori központokban azért, hogy ez az előválasztás ilyen sikeresen lefolyhasson, és hogy mindenki, aki kezébe akarja venni a sorsát, aki alakítani akarja a jövőjét, az megtehesse és kinyilváníthassa véleményét a szavazósátraknál. Nagyon örülök annak, hogy a Momentum mozgalom ügyvezető elnökeként azt mondhatom, hogy a Momentum volt az első és jó ideig az egyetlen politikai közösség, amely kiállt, és egy nehéz döntés követően azt mondta, hogy Márki-Zay Péter az az ember, aki képes legyőzni Orbán Viktor rendszerét, és akivel közösen képesek vagyunk arra, hogy valódi megújulást és valódi változást hozzunk el a magyar politikai életbe. Az, hogy 850 ezeren vettek részt ezen az előválasztáson, az ugyanis pontosan azt bizonyítja, hogy a választóknak elegük van abból, ami most van, de arra is kérnek bennünket, hogy a 2010 előtti világot is haladjuk meg, és a 2010 előtti világ hibáit is haladjuk meg. Na, azt gondolom, hogy Márki-Zay Péter és a Momentum szövetsége a garancia a politikai megújulásra, és erre kértek bennünket a választók. Nagyon fontos elmondani, hogy holnaptól a Fidesz propaganda gépezete azon fog dolgozni minden erejével, hogy szétforgácsolja az ellenzéki összefogást, hogy egymás ellen fordítsa az ellenzéki pártokat, az ellenzéki politikusokat és a választókat. Ahhoz, hogy jövő áprilisban legyőzzük Orbán rendszerét, ahhoz mindenkire szükség lesz, mind a hat pártra, mind a hat párt politikusaira, és legfőképpen mind a hat párt szimpatizánsaira. Ezért én arra szeretnék kérni mindenkit, hogy holnaptól fókuszáljunk arra, hogy közösen hogyan tudjuk jövő áprilisban ezt a rendszert megdönteni, és hogy utána hogyan építünk egy tisztességes, emberséges, fenntartható új Magyarországot. Gratulálok Dobrev Klárának is, aki emberfeletti teljesítményt nyújtott ebben a kampányban, és hadd ragadjam meg még egyszer az alkalmat, hogy gratuláljak Márki-Zay Péternek. Az elmúlt hetekben egy forradalom zajlott Magyarország utcáin, a szavazósátraklás és az online térben egyaránt. Egy méltóságteljes, büszke forradalom, amelyet azok a választó polgárok vittek végbe, akik kezükbe vették a sorsukat, akikről kiderült, hogy igenis érdekli őket a politika, hogyha a politika is kíváncsi rájuk, és akik bele akarnak szólni a jövőjükbe. Az ő győzelmük, ez az eredmény. Köszönjük nektek, köszönöm önöknek, hogy részt vettetek ebben a fantasztikus folyamatban. És akkor most át is adom a szót Márki-Zay Péternek, az ellenzék közös miniszterelnök jelöltjének. Köszönöm szépen, én is mindenkit nagyon nagy szeretettel köszöntöm. Történelmi alkalom, és ennek a történelmi alkalomnak a teljes súlyával és felelősségével
állunk itt ma. Állít Orosz Anna is, aki a 6 összefogott párt közül elsőként fejezte ki támogatását az addig csak civilek által támogatott és civilek által segített jelöltsége mellett. Úgyhogy természetesen nagyon hálásan köszönöm. A civilek mellett persze nagyon sok párt és szervezet támogatott, de a 6 párt közül először a Momentum. Később megérkezett az MSZP, a Párbeszédnek a vezetői egységesen szavaztak le, vagy legalábbis a 2 társelnök szavazatával támogatott. Én mégis azt szeretném kiemelni ebben a történelmi jelentőségi pillanatban, hogy egy olyan megújulást élhettünk meg, egy olyan innováció történt az előválasztással, amivel az ellenzék teljes mértékben megújult Magyarországon. Hogy végre van Orbán Viktornak nem személyemben csak hiteles kihívója, hanem az a rengeteg fiatal, aki közül nagyon sokan itt voltak most az Anker közben. Az a 221 ezer új szavazó, a 850-ből 221 ezeren most először voltak szavazni a második fordulóban, és azt is el kell ismerni, hogy ezt ők fordították meg, ezt a szavazást, ezt ők döntötték el. Úgyhogy én végtelen hálával tartozom azoknak a fiataloknak, akik most nagyon nagy számban láthatóan megértették, hogy a politika róluk szól. Akik azt szeretnék, hogy Magyarország ne egy olyan ország legyen, ahonnan elmenekülnek az emberek a jobb megélhetés és a szabadabb levegő miatt. Hanem egy olyan ország legyünk végre, ahol egy 30 éves polgárháborút fejezünk be. Ahol béke van. Ahova még hazatérni is jó nyugatról, ahol nem csak gazdasági fejlődés lesz, de amely egy igazi szeretemország lesz. Ugyanis a mi meggyőződésünk szerint az a 30 év, amit a megosztottság, a sárdobálás, politikai ellenfelek, sőt, szövetségesek zsarolása, ellenfelek lejáratása és az árokásás jelképezett, most ennek szeretnénk véget vetni. Úgyhogy sokan jogosan kérdőjelezik meg, hogy hogyan kerültem én civilként, ráadásul egy korábban Fideszre szavazó, jobboldali, 7 gyermekes keresztény édesapaként most a teljes egyesített ellenzék közös miniszterelnöki pozíciójába. Hát ez az a csoda, ez a siker recept, amit mi először Hódmezővásárhelyen mutattunk meg, 2018. február 25-én, amikor egy vidéki Fidesz fellegvárban, ahol korábban a Fidesznek mindig 2/3 volt, először a polgármesteri széket, majd 2 évvel ezelőtt az önkormányzati választáson a közgyűlési többséget is sikerült megszerezni, és így Fideszes 2/3-ból ott 2 ellenzéki 2/3-ot tudtunk csinálni. Ehhez kellett a pártok összefogása, de nem volt elegendő, ehhez kellett egy olyan megtisztulás, ahhoz kellett egy olyan jobboldaliaknak, korábbi Fidesz szavazóknak is elfogadható jelölt és teljesítmény is, amivel ezt megcsináltuk. 2 évvel ezelőtt az önkormányzati választáson bebizonyítottuk, hogy ez a modell nagyon sok helyen működőképes volt. Most az országos szinten szeretnénk ugyanezt a vásárhelyi modellt alkalmazni, és azt szeretnénk, hogy végre egyesüljön ez a nemzet, végre a legfontosabb közös értékeink, a demokrácia, a jogállam, a piacgazdaság és az európai integráció határozza meg Magyarország fejlődését, és szabadon, megfélemlítéstől és korrupciómentesen élhessünk. Az elszámoltatást egy nagyon fontos programpontnak tartjuk, amiben Karácsony Gergellyel kötött szövetségemnek a jegyében megbíztuk Hatházi Ákost, hogy ő a 2010 előtti és utáni jobb és baloldali korrupciót egyaránt számoltassa el, hogy ne legyünk többé következmények nélküli ország. Nos, én nagyon büszke vagyok arra sok-sok fiatalra, a különböző civilekre, szervezetekre, pártokra, akik ezt az előválasztást végigküzdötték. Mindannyian hálásak vagyunk azoknak a 850 ezer embernek, aki részt vett a szavazáson, de elsősorban azoknak, akik idejüket, energiájukat nem kímélve az előválasztást lebonyolították, akik ott ültek a sátrakba, akik önkéntesnek jelentkeztek a telefonközpontokba, akik ma késő estig számolták a szavazatokat. Nélkülük nem lett volna a demokrácia ünnepe ez a mai nap, nélkülük nem mondhatnánk el, hogy végre Orbán Viktornak olyan hiteles és erős kihívója maradt, és lett, akik 106 közös jelölttel, egy közös miniszterelnök jelölttel, közös ellenzéki programmal, és nagyon sok-sok ezer aktivistával együtt fognak küzdeni, hogy a következő fél évben eljuttassuk az igazságot minden magyar település, minden postaládájába, hogy a szavazatszámlálók
önkénteseivel meg tudjuk akadályozni a választási csalást. Azt gondolom, hogy ez visszanemtérő történelmi alkalom Magyarország történetében, hiszen most is bebizonyíthatjuk, hogy azok a dolgok, amelyek összekötnek bennünket, sokkal fontosabb, mint amelyek elválasztanak, hogy mi mindannyian megértettük, hogy abból a gödörből, ahova Orbán Viktor sodorta ezt az országot, a kijárat nem jobbra és nem balra van, hanem csak felfelé. Még egyszer köszönet mindenkinek, és külön is a most sajtótájékoztatón velem lévő Orosz Annának. Köszönöm. Kedves kollégák, lehetőségük van természetesen kérdezni mind a két politikustól. Arra kérnélek titeket és önöket, hogy a kérdés elején mondjátok el, hogy mely médiumtól érkeztetek, és arra kérném majd a nemzetközi sajtó képviselőit, hogyha angolul szeretnének kérdezni, akkor ezt az első öt magyar kérdés után tegyék meg. Dear colleagues, I would like to give the floor for the two politicians to answer your questions and for you to answer your questions. I would like to ask you to give the floor for the Hungarian press for the first five questions, and if you have questions in English or in French, please ask those questions after the first five Hungarian questions. Az angol nyelvű válaszokat azt gondolom, hogy a Péter magyarul is elmondja a magyar sajtónak. Tiétek a kérdezés lehetősége. És egyesével, vagy mondom mindenki? Egyesével. Köszönöm, Tarnai Kristóf, HVG. Nekem négy kérdésem lenne. Az első az, hogy Márki-Zay Péternek, hogy lemond-e a polgármesterségről a jelöltség miatt. A második, hogy korábban nekünk, illetve a kollégámnak azt mondta, hogy a vásárhelyi körzetben el fog indulni, mert hogy Lázár János sorsa sem mindegy. Most, hogyha ott megválasztják, hogyha ön lesz a miniszterelnök, akkor mi lesz azzal a körzettel? Ez a második kérdésem. A harmadik, hogy a DK szavazóinak tud-e valami konkrét tartalmi gesztust gyakorolni feléjük a korábbi adok-kapok kampány viták után, illetve hogy Dobrev Klárának mi lesz a szerepe, lesz-e konkrét hangsúlyos szerepe a kampányban, túl azon, hogy nyilván a támogatását elben kinyilvánítja. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Hát nem ígérem, hogy mind a négy kérdés sorban meg fogom válaszolni, illetve hogy emlékezni fogok, úgyhogy majd frissítse fel a memóriámat, Kristóf. Tehát először is Hódmezővásárhelyen vállaltam, hogy elindulok a körzeti jelöltségben is. Ez ugyanúgy fog történni, mint ahogy Szél Bernadett és Vona Gábor is jelölt volt körzetben is, és miniszterelnök jelölt is volt 2018-ban, tehát ebben szerintem különösebben szokatlan nincs. Nem ütközik egymással a körzeti jelöltség és a miniszterelnök jelöltség, a polgármesterség pedig csak megválasztás utántól összeférhetetlen, úgyhogy természetesen, hogyha megválasztanak bármelyik pozícióra, akkor Hódmezővásárhelyen időközi polgármester választást fognak tartani. Föl vagyunk készülve erre a feladatra. Dobrev Klárának és a DK-nak hálámat fejeztem ki azért, hogy végig korrekt viszonyban a közös jövő érdekében küzdöttünk. Én azt gondolom, hogy ami elhangzott esetleg kritika egymás irányába, és legfőképpen nem személyeskedő kritika, azok egy előválasztási, sőt akár egy választási küzdelemben is elhangozhattak volna. Dobrev Klárát tegnap felhívtam este, akkor már megállapodtunk abban, egymásnak szavunkat adtuk arra, hogy az előválasztás eredményét el fogjuk fogadni, és együtt fogunk tovább küzdeni. Ma Dobrev Klára megerősítette ezt az elkötelezettségét akkor, amikor a 8 órai bejelentkezése előtt először engem hívott fel, tisztelettel és szeretettel gratulált az elért eredményhez, én pedig tisztelettel és szeretettel megköszöntem neki ezt a gratulációt. Holnaptól, ma estétől együtt dolgozunk egy közös ellenzékért. Ennél több gesztus szerintem jelen pillanatban egymás szavazói felé nem is tehettünk volna. Köszönöm. 444. Plankó Gergő vagyok a 444-től, és Márki-Zay Pétertől szeretném kérdezni, hogy két héttel ezelőtt a Kossuth téren ugye azt mondta, hogy helyet kér a Mindenki Magyarországa mozgalomnak az ellenzéki összefogásban. Ez a most kezdődő listás tárgyalásokon mit jelent konkrétan? Hát mivel én nem voltam a hat párt között, akik megállapodtak akár a listás helyek későbbi elosztásáról, bár nyilván információim vannak, én elsősorban, amikor helyet kérek,
nem magamnak és nem a Mindenki Magyarországa mozgalomnak kérek helyet, hanem a civileknek és a kisebb pártoknak, akik a hat pártban nem tartoznak bele, de akik, mint azt hiszem, hogy megfelelő számban bizonyították, igenis aktív részesei voltak, és szeretnének lenni, és kell is, hogy legyenek a rendszerváltásnak. Tehát azt gondolom, hogy a hat párt mellett igenis helyet kell adni, amit egy nagyon nagy ígérettel az ellenzéki miniszterelnök jelöltek, annak idején a vitában is megígértek, hogy például három roma politikusnak helyet fogunk adni ezen a listán. Én azt gondolom, hogy a civileknek, a Pálinkás József pártjához tartozóknak és több más szervezetnek hasonlóképpen jár néhány hely ezen a közös listán. Erről a tárgyalásokat majd a következő napokban, hetekben fogjuk folytatni. Köszönöm. Gulyás Balázs vagyok a Magyar Hangtól. Miniszterelnök jelölt úr, lehetne ennél konkrétabb ez a válasz, mint amit előbb a 444-nek adott? Tehát milyen szervezeti formában képzelik el a saját frakciót, hogyha szeretnének? Illetve kik ezek a civil politikusok, vagy legalábbis milyen szervezetből jönnek ezek a civil politikusoknak, akiknek ön helyet kér ezen a listán? Igen. Én általánosságban beszéltem, nem véletlenül, nem konkrétan. Például három roma politikus szeretnénk ott látni, de én egy nevet sem tudok most megnevezni. Javaslataim nekem is lennének, de nem hiszem, hogy ezt egy személynek kell döntenie. Meg fogjuk látni, hogy milyen felhatalmazással tudjuk majd megtalálni ezeket a pártok ajánlataiból, a civilek ajánlataiból, és azt hiszem, hogy ezt a pártokkal közösen kell eldöntenünk. Ugyanúgy a másik kérdése is az a válasz, hogy ennél konkrétabban azért nem tudok nyilatkozni, mert a pártokkal való egyeztetés fogja ezeket a kérdéseket megválaszolni. Köszönöm. A Mindenki Magyarország mozgalom nem párt. Tehát a Mindenki Magyarország a mozgalomnak nem kérünk frakciót. Köszönöm. Tóth Csaba azonnal. Én nekem csak egy egyszerű kérdésem lenne, hogy néhány cikk megjelent már a magyar sajtóban arról, hogy Karácsony Gergely szavazatai nélkül is tudott volna nyerni ma, hogy ezt ön hogy látja? Vagy hát én azt egyet érte ezzel a... Igen, tehát először is mi így utólag nem elemeztük ki, megjegyzem. Az látszik, hogy ez a választás ez Budapesten dőlt el. Tehát a vidék az rendkívül kiegyensúlyozott volt, nem tudom, hogy a végeredmény mi, de egy néhány órával ezelőtt én azt láttam, hogy 99 ezer szavazat támogatott engem vidéken, és 90 ezer Dobrev Klárát. De az is lehet, hogy ez még szorosabb lett, vagy akár meg is fordult a végére. Egy valamit látunk, hogy az a nagy arányú különbség, ami előállt, az a budapesti szavazók miatt állt elő. Ez a választás Budapesten dőlt el. Budapestnek a főpolgármestere Karácsony Gergely, aki aktívan támogatott ebben a kampányban, aki több vidéki helyszínre is eljött, és több budapesti helyszínen is mellettem kampányolt. Tehát semmiképpen nem lehet elhanyagolhatóvá tenni Karácsony Gergely támogatását. Előzetesen, amikor még a hármas indulást fontolgattuk, annak a potenciális lehetőségét is, amit mindannyian szerettünk volna elkerülni, akkor voltak olyan számítások, miszerint megnyerhettük volna Karácsony Gergely szavazói nélkül is, ugyanis Karácsony Gergely szavazónak egy része egészen biztosan a Dobrev Klárát szavazók táborát gyarapította. Tehát valószínűleg, hogyha mondjuk ez fele-fele lett volna, bár reményeim szerint nem így volt, akkor Karácsony Gergely indulása nem befolyásolta volna feltétlenül a végső győztes személyét. Hogy mégsem tartottuk ezt jó megoldásnak, és ezt nem szerettük volna kockáztatni, azt az a felhatalmazás indokolja, hogy ennek az előválasztásnak az összességében 850, de a második fordulóban rövidebb idő alatt kevesebb helyszínen is leadott 660 ezernél is több szavazat. Ha ennek a 660 ezernek a szavazatnak nem jut egy jelöltre egy abszolút többsége, akkor a jelöltnek a legitimitása is gyengébb lett volna. Nagyon örülünk annak, hogy nagyon nagy részvétel mellett és jelentős különbség mellett dőlt el ez a második forduló, mert így ennek a fordulónak a legitimitását senki nem fogja megkérdőjelezni. Köszönöm. Köszönöm. Jó estét. Azt hiszem, hogy megválaszoltam. Köszönöm. Márki-Zay Péterhez lenne a kérdésem, a Hit Rádiótól vagyok, Nagyon Atán Imre. A kérdésem az lenne, hogy milyen egyházpolitikát folytatna. Több szövetségese nyíltan az egyházi intézmények ellen szólalt fel, például az egyházi iskolák ellen. Mire számíthatnák a maga győzelme esetén a kisegyházak, illetve a történelmi egyházak? Köszönöm. Köszönöm szépen. Hát nyilvánvaló egy hatpárti közös programot fogunk végrehajtani, amiben én lehető leghatározottabban fogok kiállni az egyházi és világi intézmények egyenlő jogai mellett.
Számomra az, hogy azonos feladatot ellátó intézmények különböző finanszírozásban adott esetben hátrányba részesülnek, az nem elfogadható. Én katolikus emberként, hívő gyakorló keresztényként is híve vagyok, és föltétlenül támogatója a szekuláris egyháznak, ahol mindenkinek azonos jogai vannak. Például a melegházasság vagy az abortusz esetében is azt gondolom, hogy az én hitem, az én saját vallásom az magánügy, amit én mindig képviselni fogok, a szekuláris állam viszont egy teljesen más kérdés, és abban mindenkinek azonos jogok járnak. Ez a legfontosabb, azt gondolom, és az azonos jogok alatt az nem csak a történelmi egyházak értendőek, hanem valamennyi egyház. Én hiszek abban a vallásszabadságban, egyházalapítás szabadságában, ahol nem egy miniszterelnök, vagy nem egyetlen egy párt mondja el és dönti el, hogy egy adott hitközség, egy hívőknek egy közössége az egyházi státuszt kaphat, vagy nem. Hanem ezt egy normatív szabályozásnak a részének tekintjük, és nem fogjuk azt mondani világegyházaknak, vagy a metodistáknak, vagy éppenséggel Iványi Gábor közösségnek, hogy ők nem méltók az egyházi címre. A legalapvetőbb jogállami normákkal és a demokráciával összeférhetetlen az a gyakorlat, amit a mai kormány csinált, és én ezt katolikus hívő emberként is így gondolom, teljesen független, hogy kit sért és kit támogat. Ez egy jogállamban, Európában, demokráciában elfogadhatatlan. Azt is szeretném megváltoztatni, azt a gyakorlatot, hogy Magyarországon ugyanúgy, ahogy éppen Ungvári Krisztián, aki itt volt nem oly régen, tanulmányából tudjuk, hogy az ügynökakták nyilvánosságra nem hozását az elmúlt 30 év miniszterelnökeire zsarolásra használták ki, és ezzel igyekeztek embereket rávenni olyanra, amit tiszta lelkiismeretle esetleg nem tettek volna meg. Azt is látjuk, hogy az egyházak is a politika fogjai akkor, amikor a miniszterelnöktől, a kormánytól, a parlamenttől függ esetleg az ő támogatásuk. Azt gondolom, hogy ahogy az alkotmányban fékek és ellensúlyok ellenek, az egyházakat fel kell szabadítani a politika gyámkodása alól, őket mindentől független a feladataik ellátásához, vagy a műemléképületek fenntartásához szükséges forrásokról az állam természetesen gondoskodnia kell, de csak egyenlő jogállami alapon. Köszönöm. Szalai Szület, Pesti TV. A rendszeresen visszatérő szlogán a Tiszták Koalíciója megnevezés, illetve a kinti beszédben is elhangzott az, hogy a korrupciós, gyanús emberektől megtisztított MSZP, DK, stb. Ellenzéki pártok. Most viszont nekem van itt egy olyan idézetem, egy a héten adott interjújából, felolvasom, hogy pontos legyen az idézet. Hát nyilvánvalóan a legtöbb ember nem fogja elhinni Dobrev Klárának, hogy a 2010 előtti korrupciót is olyan lelkesen számolná föl. Őszintén szólva, sem biztos, hogy elhiszik, hogy a 2010 utáni korrupciót ő fel akarná számolni. Ez a Tiszták Koalíciójának alapelvével hogy fér össze? Köszönöm. Köszönöm szépen. Ez a bizonyíték arra, hogy a Tiszták Koalíciója győzött. Az emberek nem hitték el a 2010 előtti politikának a szereplőitől, hogy ők fogják ezt hitelesen végrehajtani, és ezért nyilván a többség ezzel a feladattal az én és Karácsony Gergely vezetésével létrehozott Tiszták Koalícióját bízta meg, akik előre, már ezen második forduló előtt bejelentettük, hogy erre a feladatra mi azt a Hatházi Ákost támogatjuk, aki már eddig is tanúbizonyságát adja, hogy nem csak a fideszes lopást, hanem mindenféle lopást elítél, nem csak a fideszes korrupciót, és nem csak a 2010 utáni korrupciót, hanem a 2010 előtti korrupciót is elítéli. A magyar emberek nagyon nagy többségének az a problémája ezzel a mai, 1000 éves történelmünk legkorruptabb kormányával, hogy nem, hogy a fideszes, de még az ellenzéki korrupciót sem számoltatta el. Köszönöm. So I would like to give the floor for the international press if you have any questions. Okay. Okay, az M1-jel folytatjuk, mint nemzetközi sajtó. Would you like to ask your question in English, please? Magyarul fog kérdezni. Elnézést, Magyarországon, hadd kérdezzek magyarul. Üdvözlöm, polgármester úr. Azt szeretném kérdezni öntől, hogy ön sokszor hangsúlyozta a jobboldaliságát. Ugye ahhoz, hogy ön miniszterelnök legyen, ahhoz szüksége lesz majd a parlamentben a demokratikus koalíciónak, illetve annak frakciójának a támogatására is. A demokratikus koalícióról, Gyurcsány Ferencről, Dobrev Kláráról tudjuk jól, hogy ők nem jobboldaliak. Hogyan fogja tudni érvényesíteni ezt a jobboldaliságát majd, ha miniszterelnök lesz? Miben fog tudni ez megnyilvánulni? Gyurcsány Ferencet akkor
hogy is mondjam, háttérbe fogra majd szorítani? Nemet mond majd neki, hogyha valamilyen kérdésben a jobboldaliság tekintetében kellene majd önnek igent vagy nemet mondani, döntenie? Köszönöm szépen. Köszönöm. Nyilvánvaló akkor, amikor egy korrupciótól való megtisztulás a cél elsősorban. Amikor a Fidesz letelepedési kötvény programját, amivel bűnöző migránsokat telepítettek be Magyarországra, ezt kell majd felszámolni. Amikor a fideszes korrupció, sőt mindenféle korrupciót felszámolunk, akkor mindenki. Ez nem jobb és baloldali program, ez egy európai demokratikus jogállami program. Én biztos vagyok benne, hogy az Elios botrány, a miniszterelnök úr veje és Lázár János által végrehajtott, még az Olaf szerint is korrupciógyanús csalássorozat feltárásakor nincs jobb és baloldal. Ott csak igazság van, csak becsület van, csak tisztesség van. Én ehhez a programhoz kérem minden magyar hazafi támogatását, beleértve a ma még Fideszre szavazókét is, és őszintén bízok abban, hogy ugyanúgy, ahogy az előző napokban és hetekben megtapasztaltuk, egyre több eddig Fidesz szavazó is erre a tiszták koalíciójára fogja bízni az ország vezetését, és nem Magyarország 1000 éves történetének legkorruptabb kormányára. Köszönöm. Oké, kedves kollégák, van-e még valakinek kérdése? Jó volt egyébként ott leülni veletek, mint volt újságírónak. Ó, oké. Peter Murphy, AFP News Agency. Congratulations, Mr. Márki-Zay, on your victory. Your campaign spent by far the least money on political advertising during the campaign, much less than your rivals in the primary, and a small fraction of what Fidesz spent. What lessons do you draw from that in terms of marketing? I know that you have a marketing background as well. And will your strategy change during the main campaign to come in the next 6 months against Fidesz? Well, thank you. First of all, I am a marketing professional, or at least I used to be, before I became mayor in Hódmezővásárhely. So, of course, you know, I think we could conduct the campaign more efficiently than my competitors. But also, it's the truthfulness and effectiveness of the messages what really counted. That is my conviction. And yes, we will continue this way. We have to be more efficient. It's like guerrilla marketing, of course. In Hódmezővásárhely, in my mayoral race, we were also much more efficient. There is always one effective, one very efficient answer to any Fidesz propaganda lie. If you find that one sentence, it will cross borders, it will cross party eyes, it will cross, you know, even those bubbles. Fidesz tries to create bubbles, but if your message is strong enough, it will cross these bubbles, it will get through, it will get to every single people in Hungary. Well, I do believe that our message will get through, and we will continue this strategy in the coming 6 months. We also expect, and I will be honest, that our funding hopefully will a little bit increase. Already outside, when I was speaking to the crowd, I asked their support. And again, now that more people know and support us, I also believe that our funding will also go up. And thank you. Tehát a kérdés ugye az volt, hogy Márki-Zay Péter és a Mindenki Magyarországa kampánya jóval alacsonyabb kampányköltésből valósult meg. Mi lehet ennek az oka, és vajon ez a stratégia folytatódni fog-e? Péter, elmondod magyarul is a választ? Igen, tehát a válasz pedig arra vonatkozott, hogy mi továbbra is, ugyanúgy, ahogy kicsi pénzből küzdöttünk Hódmezővásárhelyen, Lázár János 100 milliós propagandagyára és hazugságkampánya ellen, ahogy az előző hónapokban is bebizonyítottuk, hogy sokkal kevesebb pénzből is, ha hatékonyan el lehet juttatni, még a buborékokat is áttörő módon a hatékony jó üzeneteinket, jövőben is meg fogjuk találni azokat az üzeneteket, azokat a válaszokat, ami a fideszes propaganda sajtónak, a fideszes plakáttengernek, a fideszes gyűlöletkampánynak a hazugságait egyetlen egy mondatba sűrítve fogja megválaszolni. Hiszen, hogyha a Fidesz bennünket kommunistázik, és ezt nem mondtam el angolul, but I can. So if Fidesz is attacking us that we are communist, there's only one piece of information that they need. Who's the only party in the Hungarian parliament who's blocking the
openness of the communist agent files from back in the 80s. So, ha azzal támadnak, hogy mi kommunisták vagyunk, akkor mindenkinek, az összes fideszesnek is egyetlen egy mondatot kell mondani. Hogy lehet, hogy a 80-as évekbeli kommunista ügynök aktákat egyetlen egy párt nem akarja nyilvánosságra hozni, és ez a Fidesz. I have same answers for the migrant lie, also, of course, also for all the other issues. And you have to have that one answer, and you have to get that message through. So, hogyha ugyanígy, azzal jönnek például a gyurcsányozás. A jelenlévő kormány propaganda sajtó olyan sokszor próbál gyurcsányozással vádolni, például engem, aki soha nem szavaztam baloldali pártra, soha nem szavaztam Gyurcsány Ferencre, akkor visszakérdezek, hogy ha ők úgy gondolják, hogy bűnözők, ha ők úgy gondolják, hogy korrupcióba keveredett Gyurcsány Ferenc, akkor hogy 11 év nem volt nekik arra, hogy elszámoltassák Gyurcsányt, miközben ők ezt megígérték. Amikor én utoljára a Fideszre szavaztam 2010-ben, a Fidesz programja az volt, hogy elszámoltatják a Gyurcsány kormányt, és ha valaki benyúl a közösbe, levágják a kezét. 11 év alatt nem csak azt nem látom, hogy félkarú emberek rohangálnának a parlamentbe, de azt sem látom, hogy a Gyurcsány kormányra bármit rá tudtak volna bizonyítani. Aminek természetesen két lehetséges magyarázata is van. Az egyik, hogy Gyurcsány kormánya és Gyurcsány Ferenc ártatlan, mint a maszadültet bárány. A másik, hogy valamilyen módon közösen voltak benne bizonyos üzelmekben. Mindenki eldöntheti nekik, melyik a szimpatikusabb válasz. Miért folytatnánk egy kis technikai szünetet. Van-e még kérdése bárkinek? Rendben. Hölgyeim és uraim, kedves kollégák, nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok a mai napon. Köszönjük szépen, hogy beszámoltok a mai eseményekről. Természetesen, mint mindig, állunk rendelkezésetekre Csirák Dalma kolléganőmmel, hogyha bármilyen kérdésetek van, akkor állunk rendelkezésetekre. Köszönjük szépen a munkátokat! Hogy ők is azonos jogú és ugyanaz.